Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Háttér, a stúdió vendége a Ceglédi Városfejlesztési Kft. Ügyvezetője, Vasvári Csaba. Köszöntöm, ügyvezető úr. Köszönöm szépen, hogy eljött. Üdvözlöm, szerkesztő urat, és köszöntöm a kedves televízió nézőket is. Általánosságban véve, mennyire sűrű a nyár a Ceglédi Városfejlesztési Kft. Életében, aztán majd konkrétumokat is kérdezem nyilvánvalóan, hiszen itt azért nagyon sok folyamatban lévő és leendő beruházást kell majd említenünk. Így van, hát szokás szerint sűrű a nyár, ami jó, tehát mindig azt mondjuk, hogy mi nyáron tudunk a legtöbbet dolgozni, vagy akkor tudjuk a legtöbb kivitelezést úgymond végrehajtani, vagy felügyelni, úgyhogy sűrű lesz a nyár idén is. Kezdjük a talán legnagyobb falattal, a anyagi volumenét tekintve nyilvánvalóan a legnagyobb, Gály József sportcsarnok. Mit lehet most róla tudni? Nagyon-nagyon várjuk már, hogy birtokba vehessük, vagy birtokba vehessék a sportolók, nézők. Így van, én azt gondolom, hogy mindenki nagyon várja, hogy birtokba vehessék itt a sportolóktól a ceglédi lakosokig. Itt azt mondom, hogy a kivitelezés az elkészült, a szükséges bürokráciai folyamatok zajlanak, ez az úgynevezett használatbevételi eljárás. Itt rengeteg szakhatóságnak kellett úgymond kijönni a sportcsarnokba, megnézni, hogy terv szerint épült-e meg, a katasztrófa védelemtől kezdve az ANTS, a mindenféle egyéb szakhatóságok. Én most már azt tudom mondani, hogy a szakhatóságok sorának a végén járunk, most már csak kettő szakhatóság hozzájárulása kell, ami jó. A legidézőjelben a legnehezebb, legátfogóbb szakhatóságokon túl vagyunk, ez nem titok, ez a katasztrófavédelem egy ekkor épületnél a legfontosabb, hogy ott minden tűzvédelmi előírásnak, minden egyébnek megfelelünk, és minden berendezés úgy működjön, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. Ezen túl vagyunk, a katasztrófavédelem elfogadta, úgyhogy én azt gondolom, hogy pár héten belül a végleges használatba vételi engedélyt is ki fogják adni a építési hatóságon. Mikorra lesz ott mérkőzés? Ősszel, ahogy kezdődik a bajnokságot, ott már meccsek, mindenféleképpen meccsek lesznek. De azt el lehet most mondani, hogy jelen pillanatban, sőt akkor már az utóbbi hetekben is, vonatkozásában is kijelenthető, hogy nem a város tér felén pattog a labda. Nem. Hát ez minden ilyen épületnél, csak hogyha belegondolunk egy egyszerű családi ház, idézőjelben az egyszerű családi ház, annak a használatba vételi folyamata is minimum egy, másfél, két hónap, és itt most beszélünk egy majdnem 6000 négyzetméteres épületről, ami hatalmas tömegeket fogad be. Itt azért mindenki alaposabb, mindenki még jobban átnézi az adott szakterületét, ami érthető is, mert hogy itt egyszerre bent van 1500 ember, és soha ne történjen semmi, akkor azt nagyon meg kell nézni, hogy a tényleg minden úgy működjön, ahogy annak kell, és elő van írva. Milyen stádiumában áll most a futókörök kivitelezése? Malomtószél, Vörösmarty tér. Zajlanak. A Malomtószélen kezdte meg a kivitelező a munkálatokat. Itt készítik a földmunkákat, alapozásokat, tömörítéseket, átereszeket raknak be pont azért, hogy az ott esetlegesen felgyülemlő vizeket el tudjuk vezetni a pálya túloldalára, és ugye itt nagyon fontos megemlíteni, hogy ez a pálya ki is lesz, meg ki is emeljük a nulla terepszint fölé, hogyha itt nagyon, nagyon szakmaian akarom magamat kifejezni, bocsánat érte. Tehát ez azt jelenti, hogy megemeljük a pályaszintet, hogyha eső is van és befolyik a víz, akkor ne a pályán tocsogjanak a futók, hanem kiemeljük abból a magasságból, ami most ott adott. Várhatóan mikorra vehetik birtokba ezt a futó? A szerződése szerint szeptember közepére kell elkészülnie. Most ugye hátunk mögött van egy jelentősebb esős időszak, ami hátráltatta a munkálatokat. Én bízok benne, hogy ez itt augusztus közepére, augusztus végére el tud készülni. De mondom, szeptember közepéig kell a futóköröket elkészítenie. Futóköröket? Tehát ez a Vörösmarty térre is vonatkozik? Így van, ez a Vörösmarty térre is vonatkozik, így van. Menjünk el a Budai úti fürdő környékére. Pontosabban egészen a fürdőig energetikai felújítás folyamatban. Így van, a fürdő főépületén elindult a kivitelezés, ami azt jelenti, hogy az épület teljes külseje megújul, illetve kap egy hőszigetelést, a nyílászárókat kicseréli a kivitelező, illetve a gépészeti térben is fognak még dolgozni, ott is történnek átalakítások a energia felhasználás csökkentésének a jegyében, úgyhogy ott elindultak a munkálatok. Ez elmondható a munkálatok kapcsán az Örkény út vonatkozásában is, ott még a buszforduló kapcsán vannak munkák. Így van, a pályázat szerinti
útszakasz az megújult, elkészítette a kivitelező, ezt műszakilag át is vettük tőle. Rendben van? Rendben van. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó minőségben elkészült út, aki arra jár, az láthatja is, és sőt, itt fel is hívnám az alaközlekedők figyelmét, hogy azért a sebességhatárok ott továbbra is érvényben vannak, és hiába csábítgat minket ez a jó út, hogy itt kicsit gyorsabban menjünk, mindenkit arra kérnék, hogy tartsuk be a előírt sebességet, mert ne történjenek balesetek. Illetve azt lehet itt még elmondani, hogy volt egy ígéretünk, vagy a városnak volt egy ígérete, hogy az Örkényi út végén kialakítunk egy buszfordulót. Itt maradt egy kis pénz a pályázatban, és ennek keretén belül próbáljuk ezt úgymond kivitelezni. Itt még azért vannak előttünk feladatok, telekalakítások, átminősítések, a tervek elkészültek, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is idén meg tud valósulni, és akkor teljes mértékben elkészül a Örkényi út. Jöjjünk be a városba, a belvárosba, Kossuth-Ferenc utca, Gyarmati udvar előtti járdaszakasz konkrétan. Így van, ott elkezdődtek éppen a múlt héten a munkák. Bárki arra járt, azért látta, hogy az a járdaszakasz is már egy igen rossz állapotban van. Felnyomta a fagyokér, aszfalt borítást, itt-ott töredezett, tehát nem szép. Ennek a teljes felújítása most elindult. Ugyanúgy fog kinézni, mint egy kicsit előrébb a posta, illetve a Rosszman előtti területen, ugyanazzal a térkővel, ugyanazzal a struktúrával halad tovább a felújítás, és az augusztus végéig, az iskola kezdésig meg fog újulni, el fog készülni, és egy sokkal kultúráltabb, szebb környezet lesz, illetve itt fontos megjegyezni, hogy próbáltunk belecsempészni egy kis zöld felületet is, ilyen növénykazettákat fognak majd a kivitelezők kialakítani, hogy kicsit törjük a sok beton hangulatát egy kis zölddel. Maradva a járda felújításoknál, de most már egy olyan beruházás, ami még nem vette kezdetét, nyilván az előkészítésben már bőven és régen benne van, a Kossuth tér. Így van, a Kossuth tér lesz a következő járdaszakasz felújítás, ami idén még megvalósul. Ez a templom mögötti részen, hogy ott mennek, vagy látják az emberek, a piaccal szembeni oldal fog megújulni, ott a parkolók előtti szakasz egészen a tér végéig, az Ebráig, ott is nagyon rossz állapotban van már az aszfaltborítás, ott is egy térkőborítást fog kapni az a járdaszakasz, ugyanúgy folytatva az előző ütemekhez hasonlóan. Teljes egészében meg fog újulni, és teljes hosszában a Török Ignác utca, ott, sőt, tulajdonképpen az, mi annak a neve? Dinny és Halom utca. Igen, igazából, igen, Dinny és Halom utca is. Ez egy komoly és nagy beruházás. Várhatóan mikor indul el? Illetőleg talán még először arról, hogy ennek az előkészítéséről mit kell tudni. Például, hogy ne kelljen utólag az aszfaltot feltúrni. Ezt én tudom egyébként, hogy már végeztek ez irányú előkészítő munkákat is, gondolok itt a csatornarendszernek a vizsgálatára. Így van, a Városvízzel folyamatosan egyeztettünk, hogy ne szaladjunk olyanba bele, hogy elkészül az út, és utána egy fél éven belül valami miatt fel kell vágni. Ezt 100%-osan nem lehet kikerülni, mert havária az mindig lehetséges. De amit lehet, megtettünk, megnéztük a bekötéseket, a Bácsiz átnézte, illetve a csatornahálózatot is, a szennyvíz csatornahálózatot is megkértük, hogy kamerázzák, át is nézzék meg, hogy van-e valahol kritikus pontja olyan, ahol egy kicsit esetleg beszakad, mert ha kell, akkor a felújítás alatt közben ezeket cseréljük ki, és utána nem kell majd remélhetőleg felbontani a szép új burkolatot, aszfaltot majd. És akkor ez mikor indul, és mikorra végződik? Hát a napokban jönnek be az árajánlatok a közbeszerzésre, és onnantól kezdve, hogy értékeltük, én azt gondolom, hogy ez itt augusztusban, ha jó Isten is velünk van, el tud indulni. Már akkor, tehát akkor ez idén akkor lehet, hogy... Mindenféleképpen, tehát ezt minél előbb szeretnénk, hogy ez elinduljon. És az átadás, az is már terv esetleg, hogy idén? Idén, mindenféleképpen. Akkor ez 2023-as projekt szintén. Ez célkitűzés volt, és nagyon bízom benne, hogy ez így is fog lenni. Hát drukkolunk, hogy így legyen. Köszönöm szépen, ügyvezető úr, hogy nálunk. Hát jó munkát! Köszönöm szépen! Kedves nézők, ez volt már a háttér. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!